amikor hiába várom, ő eljön hozzám, s megölel, és szívembe szúr egy virágot, olyankor fáj a Szepesi József, Botos Zoltán és a kislányt, illetve az kicsit idősebb lányt én nem ismerem, lehet, hogy Zoli meg tudná mondani. De nem lényeg. Hát az nem látszik, hogy én igazából megvastagítottam két dolgot, a költőt és az írót, hogy számomra ez volt ő elsősorban, illetve ember volt leginkább. Meghatározó az, hogy honnan jön a... Hát nem egy egyszerű életpálya, és igazából abból a közegből, ahonnan ő jön, nagyon kicsi az esélye annak, hogy a akár a művésztársadalom, akár az értelmiségi társadalom befogadja. Egyrészt a származása miatt, hogy azért a 70-es években, amikor Jóska megjelenik, vagy a 60-as évek végén, nem volt olyan erős a romákkal szembeni előítélet, mint ma, de akkor is volt. Úgyhogy egyrészt ez, másrészt pedig az, hogy árván nől fel, hogy fiatalon elveszti édesapját, és hát megjárja emiatt a nevelőotthont is, hogy négyen vannak testvérek, mind a négy gyereket elveszik az édesanyától, mert egyetlen egy bérből élnek, dolgozik, a gyerekek otthon vannak, nem tud rájuk figyelni, és hát elveszik mind a négy gyereket, aztán Szepesi Jóska az, aki legkésőbb kerül vissza a nevelő otthonból. Hát itt szerez aztán olyan élettapasztalatot, ami szerintem meghatározó a szociális érzékenysége, az, hogy olyan szinten tudja megírni a szociográfiáit, vagy a riportjait a perem helyzetben lévő emberekről. Asszony, te hűtle, ostromolva, forró szerelmem vágyhadával, emlékbástyáim kéromoknak üzetve édes mámoráltam. Asszony, te ringyó, még szeretlek, s lázít az ottalan remény, legyőzni újra lelkevesztett újnászunk újabb éjjelé. Asszony, te szajra, s mit tehetnél? Csitítom szörnyű éhemet, jól lakok, s bájod mámorkejhét leköpve, csöndben elmegyek. Asszony, te céda, ostromollak, üzetve édes mámor által, emlékbástyáim kéromoknak tüzes szerelmem vágyhadál. Hát ez a egyszer valóját egy fát, ez is egy almanakkertben van, egy Balázs János verse is vannak, vagy Balázs Jánosról szóló visszaemlékezése is. Szerintem érdemes forgatni. Nem évülnek el Jóskának az írásai, sőt a mai szociális helyzetben szerintem még talán
időnként az az érzése az embernek, mint hogyha most írná. Hány ezer éve? Hol? Melyik földrész szülte ezt a furcsa népet, amelyhez tartozom? Ki volt az ősöd? Kán? Emír? Sah? Fáraó? Ígmagja hol fogant a fajnak hajdanát? Ki fia borja vagy? Miféle szél hozott? Felej, ha tudsz! Cigán! Nevezd meg önmagad! Nem vagy magyar, román, se tót, s önnemzeted a népes földgolyón, ha volt is, csak talán. Elszúrtam, mint agyom. Burjánzik szerteszét véred a világban, öröktől barba. Ember arcod van, hús, csont, s te is, mint annyi más ember, naponta állattá hajjasulsz. Ki vagy tehát? Minek utatni? Létezek. Úgy, ahogy, ott, ahol, gyéren vagy múlt fel. 83-ban jelenik meg a Halószföld könyvek sorozatban az első kötete. Hoztam magammal, van benne egy dedikáció, amit Gusztinak köszönhetek, Ronda Gusztávnak. Meg van benne egy kísérő levél is, ami arról szól, hogy hol dedikálta nekem Szepesi Jóska, mert hogy én akkor katona voltam és laktanyában. Mert nem azt mondom, hogy senyvettem, de jól el voltam. Én életemben nem olvastam még annyit. Igen, milyen? Gyakorlatilag én azt gondoltam, hogy ezt olvasásra fordítom, ha már ott vagyok. Öt ciklusból áll egyébként a Elszúrtam, mint agyom. Hát ott írom, hogy egy-egy ciklus hány versből. A nyitó verse szonett. Az is igazá, hogy Alanyi költő. Ide van beillesztve a önvizsgálat, de lehetne sorolni a Helyzetjelentés című verse ugyanúgy egyébként avantgard elemeket hordoz. De a versének egy jelentős részében van egyfajta Adis felhang. Van olyan vers is, amit Adihoz ír, Adi emlékezetére, de nekem egyik nagy kedvencem az a Martin Eden monológia, ami egy Jack London regénynek, vagy regényik lette vers, és hát ennek is megvan az a különlegessége, hogyha az első kötetét és a másodikat, vagy a harmadikat, a Hobányimát összevetik, hogy Elszúrtam, mint a gyomban három ciklusból, három versből áll a Martin Eden monológia, a következő megjelenésnél pedig öt. A második és az ötödik vers az, ami beékelődik közben. Szerintem egyik legfontosabb verse, szinte mindent elmond arról, hogy honnan jön, hova tart, és mit gondol arról a közegről, ami körülveszi, hogy miben ad is. Halmozásokkal él, Adira jellemző halmozásokkal. Ilyen például a veríték, kín, könyv, bűnözön, felsorol, bőség, hírnév, szerelem, meg kell a versben, meg is kereshetném akár. A szó használata van is sok helyen ad is. Például a sorsnak messiása. A messiás is, a sors is Adinál kiemelten fontos az, hogy mind a kettőt nagybetűvel írja ebben a versben. Az is, de ugyanígy a nagybetűs írásmód nem csak itt jelenik meg, hanem a térpon, jóság, ezek is nagybetűvel vannak írva. De ugyanígy a víjogva szállok, leszek a ritka új kivétel,
az újnak bús merője. Ezekben is Adi parafrázisokat lehet felfedezni. József Attila hatás is tetten érhető például, ami József Attila verskiselő hívja rögtön a címében, a külvárosi ének, a külvárosi József Attila vers. Ott főleg a második verszak az, ami leginkább József Attila hangulatot, de ezt a külvárosiságot több versében is próbálja megragadni, hogy van olyan vers címe, aminek külvárosi képek, vagy külvárosi alkony a címe, hogy a peremlét az izgatja. Ebben is szerintem érdemes meghallgatni az Önvizsgálat című versét, hogy mondja el. Méről jövök? Méről, mint senki tár. Fent, fények égben nyúló magasán akarok lenni, büszke lélek. Alant még zúg a létnek árja. Veríték, kín, könyv, bűnözön. De fent, vaksorsnak messiása. Derengő új nap, mely köszön. Víjogva szállok fellegekbe, fennen rikoltva új dalom. Leszek bősztorkú furcsa gerle, tűztollú bíbor hajnalon. Leszek a ritka új kivétel, melyből sugárzó tiszta fény, magasztos eszme cél hitével bíró, töretlen ős remény. Nincs gáncs, mely többé elakasszon, nincs kéz, mely visszarántna már. Vár rám a tér, a végtelen hon, vagyok egy új, szabad madár. Mert emlékeinkhez mindig van közünk, talán vagy mégsem. Mostanában gyakran foglalkozom az ilyen és hasonló gondolatokkal. Mi lenne, ha nem az volnék, aki jelenleg vagyok? Így látnék, éreznék akkor is? Minden bizonnyal nem. A konkrét érzelem kialakulásához konkrét értelem kell, de konkrét támpont is szükségeltetik. A konkrét támpont pedig mindig a környezetben van, és legtöbb esetben hagyományokhoz kötött. Jó mélyen vissza kell hát tekintenie az eltelt időbe annak, aki nyomon kívánja követni önmagát. Ha visszafelé forgatunk egy elolvasott könyvet, megesik, hogy teljesen ismeretlen sorokra, sőt oldalakra bukkanunk. Ilyen az életünk is. A születés és a halál közötti idő a létezés költeménye. Én az újnak bús merője száz csodára éhesen, vágyaimnak vadredőkbe szedett rongyát lengetem. Miért rajongok úgy a szépért? Mi az? Szín, szag, aroma. Hűvös, ködkomoly. Alig értem, amit érzek, mégis magyarázgatom. Fények, árnyak így tenyésznek bennem érő dolgokon. Egyre nőnék. Híre táplál új csodákra. Szárnyaim friss galambként néha így száll bús valómon túl a kín. Térdre hát sors. Átok rám az ébredés. Álmodnom kell, mert az élet nekem kényes és kevés. Ezt a kötetet inkább tekinthetjük egyfajta összegzésnek. Kevés új vers jelenik meg benne. Az ezredfordulóra nem csak Tarjánból rándul ki, hanem Budapestből is. Gyakorlatilag arra készül, hogy elhagyja az országot. Amerikába költözön és ott egy vállalkozást indítson be. Ez nem valósul meg, mert elhúny 2000. január 1-én. Itt áll egy új nagy öntudat. Eljött, hogy józan ember érvel feldúlja mind a putrikat. Hozott vasat és cementet, és épít új életkultúrát. Hogy nagyjá nőve nemzet tisztelni tudja majd korát. Eljött az új, nagy öntudat. Kincset, ó, drága jutalom, csiszolni rajtunk, oly sokat szenvedett bűnös búsfajon. Az értelem igényjegyének akad-e vendégszeretet? Előzni bűn, kizárni vétek. Nyissatok ajtót, emberek! A
mámor templomában. Árvaságommal kérkedek, sovány derűim unva, én a borgőzös éjjelek legléhább vértanúja. S szörnyít, hogy józanul teszem, merészen és vidáman, épp itt, a bűnös szent helyen, a mámor templomában. Hol söntés oltárnál piál bús szende száz, s gyakort a hívő hímeknek prédikál Madonna arcú szajha. S megtért bárányként víg kamasz, felvég bennünk a mafla, lelkünk üdvének hív vigasz a józan szó halancsa. Árvaságommal kérkedek, miként árvaságom nem szülne részeg éneket, és nem volna számodnak. Együtt éltük meg gyerekkorunkat, aztán felnőtt korunkat is. Az iskolai évekre visszaemlékezve, ő egy nagyon jó eszű gyerek volt, de sokszor nem jött iskolába, mert hát elment vagont pakolni iskola helyett, akkor ötödikesek voltunk, és így segítette a családot, az édesanyját. Egyszer elvitt engem is vagont pakolni, nagy sebben lobbal mentem én is, hogy majd pénzt kapok, és soha többet nem mentem. Borzasztó fáradt lettem. Hát ez egy nagyon kemény munka, nagy állomásra mentünk vagon, sódert pakolni. Az iskolába szerették a tanárok, mert egy nagyon jó eszű gyerek volt, gyönyörű írása volt. És szerették őt, mert egy gyors felfogású, jó eszű gyerek volt, könnyen tanult. Amivel én a leckékkel ért izzadtam otthon, azt ő könyökéből kirázta. Aztán felnőtt korában megismerkedett Évikével, aztán ez olyan hatással volt rá, hogy megszelídült, mert ő egy indulatos vad gyerek volt, és amikor megszületett a lánya Évike, hát akkor meg aztán elolvadt, tényleg semmi balhéjban nem vett részt. A Balázs Jánoshoz jártunk fiatal korunkban, az öreg az példaképünk volt, és mindig elmondta Józsi neki az új verseit. Balázs János azt mondta, hogy belőled még lesz valaki. Összejártuk Salgótarján összes kocsmáját, mert Józsi nagyon szeretett csavarogni, kocsmákba járni, figyelte az embereket, hallgatta a beszélgetéseiket, és mindig felhasználta ezeket, utólag észrevettem a verseiben. Szeretett sétálni, végigmenni a városon, és nem egyszer tartottam vele, és később a verseit olvasva eszembe jutottak a séták, mert mindig figyelt és felhasználta a verseibe. Ami most elhangzott, ez a hogy ki vagyok én, ez például a Pécskő kávéházba hallottam tőle először, akkoriban lett kész a vers, és ott volt egy négy tagú társaság, szerette a közönséget egyébként. Ott hallottam először, és nagyon nagy hatással volt rá. Egy egész Vion kötetet képes volt végigmondani, könyv nélkül. Aztán Adit nagyon szerette, azt mondta, hogy ettől nagyobb költő nem volt. Egy Adi kötetet képes volt egész este végigmondani.
Aztán megismerkedett József Attilával, ez érdekes volt, nagyon mentünk a Fécskő alá gombázni, és akkor ott mondta nekem, hogy most József Attilát olvassa, és hidd el nekem, hogy ez még talán nagyobb Adytól, és megdöbbentem, hogy Adytól, hát te isteníted az. De azt mondja, ez még jobb, mint Ady. És mindig így tanított engem, hogy mit olvassak. Például ő ajánlotta nekem Vörös Sándort, akkor a mai, az akkori, akkor még élő költőket, azzal is megismertetett. Mindig próbált tanítani, és akkor én elolvastam ezeket. De sok balhéja is volt a versei miatt. Nagy cirkusz volt akkoriban, amikor megírta a Körzeti Orvos című versét. Azt hiszem ez volt a címe? Igen. Ezt most beszéltünk is róla, csak nem akartam kitérni le. Ez nagy cirkuszt váltott ki az orvos társadalomban. Mindellene mentek, még az akkori Nógrádban volt egy ilyen... Orvos válaszol című rovat, és próbáltak mentegetőzni, de hát Jóska csak az igazságot, amit ő tapasztalt, azt írta le. Vagy azt írta le a Vagonpakoló című versét, illetve prózájában, amikor a Küszhegyárban dolgozott, mint vagonpakoló, olyan pontos képet festett arról a helyzetről, ami ott volt. Hát csodálom, hogy nem rúgták ki akkor, de hát akkor is az igazságot írta. És amikor elkerült Pestre a Románó nyelvűfej című laphoz, kiállt terepre, vidékre, a szociográfiáját azokból az élményekből írta, és emlékszem, hogy olyankor mindig nagyon szomorúan jött haza, mert olyan dolgokat tapasztalt, olyanokat látott vidéken, Borsodban, Nyírségben, hogy nagyon szomorú volt, és olyankor nem is írt verseket. Aztán én próbáltam őt nyaggatni, hogy hát hol vannak az új verseid, hát írjál már. És emlékszem, hogy akkor életében először volt dühös rám, hát azt mondom, írjak verseket, mikor olyan kenyérgondok vannak. És akkor elmesélte, hogy mit látott ott. Olyan szomorú dolgokat látott, hogy ő ezt nem tudta elviselni. Aztán meg is írta. Na, mit mondhatnék még? Hát nem, most hirtelen nem jut eszembe olyan, amit el tudnék mondani, mert már sok mindent elmondtam sok helyen róla. Egyet még, hogy nagyon hiányzik. Fel akartam repülni az égbe. Azt gondoltam, felrepülhetek. Szárnyam volt a költő tévedése, aki bennem akkor született. Kamasz voltam, derűs, friss és bátor, mágnesgátlás vissza nem fogott. Úgy terveztem, körbeszállok százszor fenn az űrben, mint a csillagok. Tartra készen állt bennem az eszme. Szállni vágytam, szállni egyre-egyre magasba, hogy szél nem viharoz. Lombra vágtam, csúcsra, bércre, hegyre. Ma már tudom, isteni szerencse, hogy nem jártam úgy, mint Ikarosz. Prológ. Nem tanultam. Nem adott nekem oly bölcselet, hogy másokat meg ne értsek. Ám számomra legfőbb érdek az legyen, hogy értsenek. Világ megváltó gondolat sosem született bennem.
nem üztem déli bábokat, inkább szép utcalányokat, és jó sok bort vedettem. Néha lelkem darra bírtam, mint költőnek, költőket izgatott a sok semmiség. A gondolatban reméltem, ha fog a tollam, tán verset is írhatok. És már rájöttem, nem hiába, ez nem is rossz nyavaja. Én nem vágyok glóriára. Aki költő, homlokára minek olyan karika? Kérdés. Pár verset írtál, pár kurta verset mindössze, ennyit ellett erőből s ihletedből, minden más, szalmorágás, bőfög a sorsoktől. Úgy az idő, üstök gyérül, egyhül az aszbőr, és két sötét kérdőjel kérdi. Mondd, megérte? Halál és én. Halál, eljött értem egy borús napon. Szerelmes voltam éppen, s valahol künn a téren ültem egy padon. Megállt, halkan rám köszönt, s bemutatkozott. Nevem Vég. Nos, sajnos ön nem érzik már oda fönnön, tehát halott. Kövessen engem, kérem, mondta szárazon. Ön már egy hulla régen, ezért a lépnerében letartóztatom. Megdöbbentem. Mit tegyek? Íme ő sem ér. Ki ír, ha ön eltemet nyögtem? Önről ír remek, frappáns költemény. Megálmodtam a végzetet. Megálmodtam a végzetet. Szép volt. Nem cipelt kaszát. Asszony képében lépkedett, riszálva kényesen magát. Rám nevetett a sarkon, ott, ahol nap mint nap lesben áll, várva egy bomba balekot, hasonló száz olyan halál. Rám nevetett. Csak ennyi volt. Kajálom, furcsán, vészesen. Azóta érzem, meghalok. Ő volt mosolygós végzetem. Ajkamon érzem a csúkot, a szád. Érzed-e azt, amit úgy hívnak véte? Lándol a lelkem, a csúkot úgy éget. Mond szívben érzed-e ezt a nagy átkot? Meghallok, édesen vagy veled hálók. Mond szívben érzed-e ezt a nagy átkot? Meghallok, édesen vagy veled hálók. László műveiből nyílt kiállítás a Salgó-Tarjáni Madách Imre Gimnázium Fajl Frigyes galériájában. A 75 éves festőművész alkotásai valósággal feltöltik az embert, és egy képzeletbeli csodapalotába kalauzolja az érdeklődőket. Tenk László itt kiállított képei szépen igazodnak a jelenlegi időjárásunkhoz is akár, viszont ha képei elé lépünk, mégsem borzongunk a hidegtől, hanem valamiféle jó leső melegség jár át minket, akárha a hófötte hegyeket, városokat, akárha az alkonyati tájat nézzük. A kiállításon a ködös félhomály, vagy az alkonyat borítja a tájat, de a hulló őszi falevelek is az évek előre lépegetését, az idő lassú múlását szimbolizálják.
Ez a kiállítás más, mint a többi. Minden évben tartunk több kiállítás megnyitót, több kiállítás képei díszítik a falakat. Általában pályakezdő, volt madárcsos gyerekeké, de mindig van olyan, amikor kiemelt kiállítást nyitunk. Egy olyan művészét, aki már bizonyított, aki elvarázsol, aki csodálatos, és megmutatta magát már nem csak Salgó Tarjánnak, Mader Gimnáziumnak, hanem az egész világnak. A kiállítást értelemszerűen birtokba vesszük, természetesen persze nem szó szerint, hanem úgy, hogy beszélünk róla, és a képeket megpróbáljuk mi is a magunk módján megfejteni. Tenk László kiállítás megnyitóján Áprili Lajos a Zarándok versét Molnár Virág szavalta el, míg Madách Imre Remény című versét az iskola végzős tanulója Kaposi Lili zenésítette meg. E nagy reményért mindent bécseréltem, oly boldogul, mert hittem a dicső. A Nagybányán született művész Tenk László nagyutazó hírében áll, és festményein előtérbe kerülnek az általa látott, csodaszép tájak. A 95 éves jubileumát ünneplő Salgó Tarjáni Madách Imre gimnáziumban a jelenkori festészet kiváló alkotójának, utóbbi 10 évének munkássága tekinthető meg, amely stílusában a legjobb magyar festészeti hagyományokat követi. Pontok a mindenségből. Én vagyok és leszek. Akkor is, ha szétdől a sokrétű valóság, s az idő is megállva kuksol, és bukik a nap, s a térség örökös álma lesz az élők valósága. Dörögve elmélkedek, nekem ez is kevés, mert tépdesek hulló csillagok között teremtő anyagot, arra felé ott, ahol valamikor az alkotó megütközött a lángolással. Balázs Jánosról leginkább Balázs János tud beszélni. Saját versei, filozofikus önvallomás töredékei árulkodnak a legtisztább hitelességgel, mitológiával is körbefont fantázia művészetéről. Erről tesz tanú bizonyságot a Balázs János verseit magába foglaló legújabb hangos könyv is, amit egyben nézni is lehet. Ámuljon az ember, döbbenjen az állat látásától ennek az álomvilágnak, mert hiszen a földön úgy egészen más van, a törekedés fölfújt ragyogásban. Én is fújom, űzöm, amit látok, érzek. Minden kép egy külön boldogság és végzet. A Sors hátán utazom című kiadvány bemutatójára november 27-én került sor a Dornyai Béla Múzeum kiállító termében. A szavaló filmet Sak Timor készítette, a két előadó színész Olá Zoltán, illetve Máté Krisztián, akik egyszerre személyesítik meg a festőköltő két énjét, miközben egymás szemébe mondják a belső lírai gondolatfolyamot. Az egyikük a világ felé nyitva álló, építkező, befogadó én, a másikuk a mindent kétségbe vonó, belső szorongásért felelős romboló én. Ez nem lehet, nem egyeznek elveink. Az élettér mezén s az idő távlatában pihenni megálltam. Idáig, jaj, nagyot suhantam. Az idő súlyatán, az öregség vagy a fáradtság, s ki tudja mi még. A filmben megszólal dr. Kovács Anna irodalomtörténész, Balázs János kutató is, aki emelkedett szavakkal értelmezi a művész alkotóvilágának legfontosabb jellemvonásait, illetve a hangos könyv koncepciójának eredményeit. Megszólalnak a versek, belépünk ebbe a világba, és nem tudom máshogy megfogalmazni, őt kell idézem, egy másik bolygón vagyunk. Egy egészen új glóbuszon, ahol minden megváltozik,
a realitás, az élet valós dolgai, elemei egészen más tartalmat nyernek, és az ember ennek segítségével kiléphet önmagából, és valami olyan tartalommal, értékkel tud találkozni, ami elvarázsolja és szembesíti önmagával, értékeivel, de Balázs Jánosban az a félelmetes és az a döbbenetes, hogy nem csak az értékeivel, hanem a hiányosságaival is szembesíti. Tehát Balázs János nagy világteremtő, én most már, mikor azt kérdezem, hogy azt kérdezik a versei, hogy ki vagyok én, azaz én ki vagyok, meg itt mi kik vagyunk. A Balázs Jánosra lehet válaszolni. Művész, alkotó, zseni, ezt mindenhol szoktuk róla mondani. Világteremtő. Úgy élek itten, mint ideűzött vándor, ahogy vakkereten megfeszül a vászon, mely rejtett kínjában szuszog, ropog, recseg, a keresztbe szántja a festékes ecset. Ezer színt mutatok, sok feketét, sárgát, szörnyeknek, sárkánynak széttépett bőrszárnyát lebegtetem füstben, s felizzik a hőség, rája borítom a vénység lepedőjét. A versei többsége is ez úgy szakadt ki Balázs Jánosból, tehát majdnem, hogy önkontroll nélkül írta. Van egy mondat itt a szövegben, vagy egy utalás, amikor azt mondja az elsőjén, hogy hát ma is, mikor megjelenik, vagy visszajön a másodikén valami ilyesmit, hogy már megint itt ez a Némberg. Na most gondoljunk csak bele, hogy mit mondott ezzel? A Némberg, ugye, ha megnézzük az etimológiai szótárba, az a nő. Na most ott meg a két énbe állítólag a Balázs János egyikénye, vagy a másik, meg a másikénye beszélget. Most már abban mélységben, ilyen freudi mélységekben nem menjünk bele, hogy azt mondják, hogy az embernek van, mindenkinek van férfi, meg női énje is, de, és biztos, hogy Balázs János itt nem erre utalt, hanem hogy ez egy ilyen ösztönösen íródott alkotás volt, és utána ő ezt nem tisztázta le, vagy nem javítgatta, vagy nem gondolta át, hanem ez a két én kiszakadt belőle, és akkor, ahogy a végén mondja, végül is megszülettem én, Balázs János, az alkotó, ezekkel a kétségekkel együtt. Hagyd békén, hagyd dolgozok. Ül-e a robot, vagy nem esít? Mondom, ne zaklass, végre már hallgass, ha beleölöm életemet is. Jó, jó, legyen, ha érzed itt a cselekvés órája. Saját munkád árán ébredj a keserű valóra. Na, mégis helyes szó. Nem kell idegen megvilágítás és vakámítás, mert minden úgy jó, ahogy forog, ahogy magától lökődik. Ne gátold a cselekvés erőit, kérlek, távozz! A versei nagyon megfogott engem. Nagyon-nagyon megfogott engem. Jobban, mint a képzőművészet. Biztos a képzőművészet is ott van, ahol van. De engem a versei nagyon megfogott. És akkor, amikor csináltuk ezt a dokumentumfilmet róla, minden filmen nagyon szép. Én nem azt mondom, hogy nem szép. Csak minden rendező másképpen alapozza. Én nem azt mondom, hogy az enyém jó, csak hogy úgy gondoltam, ha egyszer van lehetőségem, és élek, akkor rakom én is a Balázs Jánosról is valamit. Lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem sikerül, abban benne van a pakli, vagy nem sikerül, de így kell nekem, hogy azért én nagyon sokat tanultam, nagyon sokat utána jártam. Nem csak úgy van, hogy ezt a filmet, felvételt készítenem, és összeraktam a vágóasztalon, nem. Ez több hónapig bennem élt, és amikor interjúkat készítettem, és akkor Szabó Tamás, és amikor interjút készítettem, és akkor egy pillanatig így megáll, és azt mondja, hogy az a szobrot is, amit állítottam, azt is úgy állítottam, hogy az a két én. Megint megfékeztem, igaz, hogy a filmben én már másképpen gondoltam, és akkor nagyon engem izgatott ez a két én, hogy hogyan lehet. De két én, megmondom őszintén, az én saját magyar tudásommal, meg Gabriela segítségével olvastunk, de én nem értettem. Nem értettem. És utána, amikor többször és többször olvastam, akkor megértettem, és akkor jött nekem, hogy hát ez, ha valaki egy ilyen audio hanggal ezt megmondja, nem értünk. Ehhez kell két ember, de úgy, hogy lássunk is.
És ez a két ember, Krisztián volt, még Zoli barátunk, és őket, hát megmondom őszintén, hogy jól kifárasztottam ezzel a két énnel. Én lépek eléd a múlt fátyolán át. Ráismersz alakóra? Ó, jaj, beleőrülök. Ez a némber újra eljött, s otthonomba lődörög, hogy lelkemben őt pokoli nyűkként hordjam. Ez nem lehet. Nem egyeznek elveink. Az élettér mezén s az idő távlatában pihenni megálltam. Az első olvasásra nem értette teljesen tisztán a két ént. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki így van ezzel. Ugyanis ez a szöveg egyrészt hát egy korai írás a Balázs Jánosnak, attól még persze lehetne teljesen egyértelmű, meg átlátható, meg könnyen olvasható, de egy filozófikus írása még akkor is lehetne érthető. Ugyanakkor viszont én úgy látom ezen a szövegen most megint, ahogy tanulmányoztam és átolvastam, ugye én egyedül, nem ilyen fajta megosztásba, hogy ahogy a versei többsége is, ez úgy szakadt ki Balázs Jánosból, tehát majdnem, hogy önkontroll nélkül írta. Van egy mondat itt a szövegben, vagy egy utalás, amikor azt mondja az első én, hogy hát ma, ó, ma is, mikor megjelenik, vagy visszajön a második én, valami ilyesmit, hogy ó, már megint itt ez a némber. Na most gondoljunk csak bele, hogy mit mondott ezzel? A némber, ugye, ha megnézzük az etimológiai szótárba, az a nő. Na most ott meg a két énbe állítólag a Balázs János egyik énje, vagy a másik, meg a másik énje beszélget. Most már abban mélységben, ilyen freudi mélységekben nem menjünk bele, hogy azt mondják, hogy az embernek van, mindenkinek van férfi, meg női énje is, de és biztos, hogy Balázs János itt nem erre utalt, hanem hogy ez egy ilyen ösztönösen íródott alkotás volt, és utána ő ezt nem tisztázta le, vagy nem javítgatta, vagy nem gondolta át, hanem ez a két én kiszakadt belőle, és akkor, ahogy a végén mondja, végül is megszülettem én, Balázs János, az alkotó, ezekkel a kétségekkel együtt. Az a film, amit tavaly bemutattunk, az bekerült egy nemzetközi képzőművészeti filmfesztiválra, és oda kötelezően angolul kellett leadnunk a filmet, és akkor kerestünk nagyon sok fordítóirodát, de mindenképpen olyan kellett, ugye, aki műfordítást is vállal. És ez nagyon nehéz volt, és ráakadtunk egy műfordítóra, aki óriási örömmel fordította le, azt mondta, hogy ez egy olyan kihívás neki, hogy ő is elkötelezte magát Balázs János irodalmi művészete iránt, és azt hiszem, tehát ezt én mindenképpen szeretném mondani, hogy az, hogy Balázs Jánosnak ilyen, tehát hogy így megszólít akár engem, de azt hiszem, hogy sokakat, ez nagyban köszönhető Zoli előadásának. Mert ahogy ő szavalja, ahogy ő az arcával játszik és előadja, ez nekem mindig többet mond, mint hogyha... Tehát az is, hogyha én olvasom, de ugye magában az ember mindig magát hallja, de így, hogy Zolit hallom, így azért az nekem sokkal többet ad. A bemutató legvégén a múzeum igazgatója Sah Gabriella arról nyilatkozott, hogy továbbra is elhivatottan fogják terjeszteni Balázs János gazdag művészi hagyatékát, a nagy közönség elé állítva különböző formákban. Megújul a honlapunk, tehát ez is egy pályázat segítségével, és akkor ugye ennek is már interaktívnak kell lenni, játékoknak kell lenni, tehát ezek ilyen minisztériumi előírások, hogy minél tovább ott tartsa a látogatót a honlap is. És akkor, hogy egy olyan Balázs János fület létrehozni, mert ugye vannak nekünk színezőink, hogy letölthető színező a versei, ugyan a te könyved is, a válogatás az is fönt van az interneten, úgyhogy remélem hozzájárulsz, hogy ezt majd alárakjuk. És akkor így több-több részegységben ismerjük meg, és akkor így ez majd nem csak Balázs Jánosra vonatkozik, hanem ahogy bővíthető, akkor ugye a többi gyűjteményből is majd kikiemelve. Így tevődnek össze hosszú, csendes évek. Így leszek öregebb, és mindig csak szegényebb. Olyan jó, hogy nincsen igényem, se vágyam. Viselem a sorsom, megtörtén, soványan.